Ez egy új készülék a Pécsi Egyetem borászati laboratóriumában. Ezzel must és bormintákat tudnak elemezni, akár pár milliliterből is. Alkoholtartalom, glicerin, glükóz, fruktóz, szaharóz és különböző savak jelenléte, pH, összesen 15 paraméter, ami befolyásolja majd a bor minőségét. Három vizsgálati csomagot ajánlanak a gazdáknak, amit ezzel a készülékkel tudnak megcsinálni. 15 paramétert ajánljuk. A második csomagban egy szabadkén értéket is mérünk ehhez a csomaghoz, illetve a harmadik csomag az összes kén értékeket is tartalmazza. Az értékek ismerete alapján tudnak változtatni a borkészítési technológián, hogy jobb minőségű nedüket kapjanak, és ezt palackozhassák a gazdák. A szakember azt mondja, a kistermelőknél még nem megszokott a laborszolgáltatás kérése. Szükséges népszerűsíteni a kistermelők körében is ezeket a vizsgálatokat, hogy mennyire fontosak. A nagyok tisztában vannak ezzel, és ott rendszerint ezek a mérések meg is történnek. A kisebb gazdálkodók körében még nem nagyon elterjedt, úgyhogy ott szükséges lenne igen népszerűsíteni és tudatosítani bennük, hogy ezek nagyon fontosak a jó minőségű bor készítésénél, ezeknek a paramétereknek a nyomon követése. A szakember azt mondja, nem lehet számszerűsíteni, hogy mennyivel lehet javítani a borok minőségén a laborvizsgálatokkal, mert vannak olyan egyéni ízjegyek, amik miatt ezt nem lehet megmondani. De vannak olyan értékek, amihez ragaszkodni kell, hogy biztosan jó minőséget tudjanak elérni. Minden ilyen paraméter, vagy hogy mondjam, azok a paraméterek, amelyek fontosak, azok azért mind szubjektívek. Egyrészt vannak olyan tartományok, amelyekben meg kell, hogy feleljen ugye ez a bor, de ezek azok a paraméterek is, azok a finom paraméterek, azok tartományra vonatkoznak, és nem tudom így lefordítani számszerint, hogy mennyivel lehetne ezt így akkor, mennyivel tudunk jobb bort készíteni, vagy mennyivel lehetne többet eladni, tehát inkább itt az a fontos, hogy egy bizonyos tartományban, range-ben tudjon maradni a borunk. Ez pedig óriási segítséget jelenthet egy-egy borkészítőnek. Olyan visszajelzés, ami alapján eldönthető, hogy jó úton jár-e a magas minőség elérésében. A Borászati Kutatóintézet laborjában mintegy 100 millió forintos eszközfejlesztést hajtottak végre az új készülékek vizsgálati módszerek bevezetésével.